Teljesen összeroncsolódott a motorház teteje, leszakadt a sárvédője annak az autónak, ami több métert zuhant és felborult a beszédes József híd előtt Dunaföldváron múlt pénteken. Az autót egy 23 éves táborfalvai férfi vezette, aki valószínűleg nem volt túl rutinos sofőr, ezért következhetett be a szinte filmbe illő baleset. Múlt héten pénteken 12-én a déli órákban, amikor egy 23 éves férfi közlekedett Solt irányából Dunaföldvár irányába, ekkor valamilyen úton módon érintőlegesen nekiütközött az útpatkának. Ennek következtében elveszítette járműve felett az irányítást, és egy 5 méter mély szakadékba zuhant. Az autó a zuhanást követően a hídtól nem messze ért földet, a tetejére borulva. Az áramtalanítását és műszaki mentését a dunaföldvári önkéntes tűzoltók végezték. Az autóban csak a sofőr utazott. A férfi szinte csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hétvégén 11 baleset történt Tolna megyében, a karambolokban 6-an sérültek meg.